folytatjuk a másik rendezvényt, mielőtt még átadnám a szót Valmö Tibornak, hogy tartsa meg a tárlatvezetést, szeretnék köszönetet mondani Tibornak, hogy valamint Katának a rengeteg befektetett munkáért, és természetesen az budapesti ACP Galériának is szeretnék köszönetet mondani Tados Gábornak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a nagyszerű anyagot, és létrejöhetett ez a kiállítás. Köszönjük szépen! Hadd kezdjem én is azzal. Várnak Tibor vagyok. Nagyon megtisztelő, és nagyon szeretném megköszönni a meghívást. És Katának is a bevezetést. És akkor itt szeretném kezdeni, mert ez én időrendben próbálom mondani, hogy mi volt, meg hogy volt. Valóban ez a legeleje. Itt az volt az érdekes, hogy a fotót hogyan lehet átfesteni. Ez az új hullám idején, a 80-as évek elején történt, és akkor ugye az új hullám az a szabályszegésen alapult, hogy a mindenféle műfajoknak, festészetnek, grafikának, fotónak, de hát ez ugyanúgy az új hullám a filmben, az építészetben, a divatban, a zenében máshol is megjelent. Na most itt ennél az volt az érdekes, hogy úgy átfesteni a fotót, hogy fotó maradjon, tehát hogy ne maradjon rajta festék, és akkor itt az volt az eljárás, hogy a levilágítás közben, persze nem tudom, mert sokan nem ismerik ezt az analóg technikát, tehát hogy készült egy film, azt be a nagyítóba, a nagyító rávilágítja ezt egy fotópapírra, és akkor utána a fotópapír megy be a vegyszerbe, a hívóba, aztán lemossuk a hívót, és utána a fixírbe. Na most itt annyi történt, hogy miközben megvilágítottam ezt a fotópapírt, akkor közben ecsettel, meg az ujjammal, itt például az ujjammal így elkezdtem temperát kenni a fotópapírra, ami módosította a megvilágítás idejét. És akkor tömpen ez lett előhívva, de úgy, hogy a temperát le lehetett mosni róla, tehát a végeredmény az egy tiszta fotó volt, ami nem volt festék. És akkor hát ez meg fotóvászonra készült, tulajdonképpen itt nagyon hasonló a technika, csak itt akril volt, és az akril lett egy picit visszamosva, meg itt lendületesebb, meg nagyobb, jobban látszik az átfestés. Na most, hogyha időrendben megyünk tovább, akkor ez nem ott folytatódik, hanem itt, mert szóval az az ötletem támad, hogy akkoriban nagyon sokat fényképeztük a televízió képernyőjét. Ez részben politikai oka is voltak, mert hogy akkor volt Lengyelországban ugye a szolidaritás mozgalom, amit aztán leváltott egy kijárási tilalom meg katonai diktatúra, és akkor ezt mi a televízióból fényképeztük, és akkor ez a televízió fényképezés vezetett nálam egy olyan ötlethez, hogy mi van akkor, hogyha a fotópapírt rárakom a televíziónak a képernyőjére, mert ugye az sejthető volt, hogy ebből lesz valamilyen kép, de hogy milyen, arról sejtelmem sem volt, és akkor ezek voltak a legelsők, amin itt látszik az ujjaim nyoma, ahogy, tehát ezek a legbénább első kísérletek, azért mondom, hogy itt kezdődik. És akkor itt az derült ki, hogy tehát, hogy vannak ezek a viszonylag szimmetrikus, tehát az arcképek azok visszaolvashatók akkor is, hogyha negatív, mert hogy ugye ez így negatív képet csinált. Meg még a feliratok, itt például a korabeli tévéhíradóból az Amman nevezettű helységnév, ez a MTV, Magyar Televízió, ott egy szövegkép van, tehát valami könyvből, de úgy általában arcképek. És hát vannak olyanok korabeli, mert a Kata erre utalt, hogy a Mitterrand, francia köztársasági elnök, Verkes Zsuzsa TV bemondó, Érdi Sándor a kulturális műsor, és akkor megmutatom, hogy sikerült ez egy picit jobban.
Mielőtt jobban sikerült volna, akkor itt még voltak kísérletek, hogy visszafordítottam pozitívbe, tehát például az előző tévében mondó pozitívba, vagy az Érdi Sándor, a szintén műsorvezető, az itt van. A Mitterrand az nincs itt, de a Pablo Neruda nevű chilei költő itt van, akkor a Telesport kézilabda logója, ő egy francia színésznő, ő szintén tévében mondó a Körösi P. József, és akkor itt a TV híradó, ami ugye az én monogramom is, mert hogy Várnagy Tibor, VT híradó, amikor ez az eredetibe az úgy volt. És akkor ezek már a későbbiek, amikor megtanultam, hogy hogyan ne lógjon bele az ujjam, meg olyan játékokat is csináltunk, hogy színes fotópapírra, színes tévéről, de ott már videókat használtam, és azért vannak itt ilyen ismétlések. Tehát amikor megállítottuk a képernyőn a mozgóképet. De vannak itt ilyen rendes, tehát ő például a Jerzy Urbán, a Jaruzelszky nevű tábornok volt, azt hiszem tábornok volt, az ő szóvívője volt, akkor az óra a híradó előtt, Sülyök Mária színésznő, Dixi a budapesti szcénából, Oleser Tamás nemrég halt meg. Na, szóval hát röviden ennyit tudnék erről, és akkor hol folytassuk? Akkor menjünk, ja, tüzekhez menjünk vissza egy picit ide. Itt még volt egy közjáték sorozat, hogy közben én portrékat is készítettem a kollégáimról, aminek az volt tehát ebben is volt egy csavar, mert ugye azt szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, és hogy én igyekeztem megkérni őket, hogy bandzsítsanak. Na és akkor ebből készült egy sorozat, és akkor én ezt úgy raktam össze, hogy a fotópapírok így voltak összerakva, és akkor ezekre kerültek rá egymás után ezek az álló portrék. És ez ennek egy próbája volt, hogy mert ugye ezt úgy kellett, hogy egyszerre csak két papírt rárakni, itt mind a négyet a nagyító alá, és így tovább. És akkor itt ilyen jelzésekre volt szükség, hogy melyik papír melyik. És én ezt preparáltam, ezt a papírt, de aztán megfeledkeztem róla, és bennmaradt egy tasakba. És akkor ott fényt is kapott, fürdőszobában dolgoztunk, nem volt természetesen nem. És akkor, hát hónapok múlva, amikor az előkerült, akkor nem tudtam, mi van rajta, tehát akkor elkezdtem előhívni, és ez lett. És az ilyen azért vált számomra érdekessé, mert valahogy látszik, hogy ezek a képek összefüggenek, de úgy különben meg egy ilyen teljes káosz, de az úgy illett erre, hogy Budapest 02. Ez a következő, ez abból az ötletből, ez szintén a TV kontaktokhoz hasonló, hogy azon kezdtem gondolkozni, vagy hát az volt az ötlet, hogyha fogok egy fekete-fehér fotópapírt, és azt meggyújtom, akkor ugye az fényt ad. És hogyha elég ügyesen tudom forgatni, akkor a fényérzékeny felület ezt megörökíti. De hogy ebből mi lesz, milyen kép, azt ugye ki kellett próbálni, és akkor, hát szóval ebből ez lett. Akkor most menjünk a pincébe. Na most akkor itt azt hiszem, hogy ez volt a következő sorozat, ahol tulajdonképpen azzal kezdtem, tehát próbáltam keresni olyan anyagokat, amik áttetszőek. És ezt tulajdonképpen nincs itt az a kép, mert nem tartom sikerültnek, amivel ez kezdődött. Ez egy ilyen üveg hamutartó volt, ami a Balatont ábrázolta. Tehát Badacsony, előtte víz, fölötte madarak, napsütés, és ez egy szépen így be volt egy ilyen keretbe. És akkor azt tettem rá a fotópapírra, és azt gondoltam, hogy ez olyan popártos lesz. De valami miatt mégsem tűnt ez olyan nagy poénak, és akkor kerestem tovább mindenféle ilyen áttetsző tárgyakat, és végül is itt, tehát amikor tojást ütöttem rá, akkor éreztem, hogy na ez itt,
ez már érdekesebb, és akkor jött a kristálycukor, és akkor voltak még, de kiestek, tehát hogy nem tetszett annyira, és akkor jött a köpködés, akkor a lepisírt fotópapír, ahol ez lámpa alatti csorgatás, tehát hogy az a különbség a kettő között, hogy itt a fotó vegyszerrel keveredik a visi, és ez meg itt a világított, és ez pedig sperma itt ezen a képen. Akkor ezek a képek, ezek nem, tehát én sem, az a baj, hogy én sem emlékszem mindenre, mert hogy ez nagyon régen volt, úgyhogy a fiatal kollégám sikerült, hogy tehát, hogy ő azt mondja, hogy szerint ez festőhengerrel készült, ez a két kép, és valószínű, hogy valami ilyesmi van a dologban, csak mivel nem folyamatos a minta, ez valószínűleg, tehát, hogy ezzel az eljárással készült, de nem festőhenger volt, de hogy mi, az még mindig nem jutott eszembe. Ez a történet viszont annál inkább, mert a helyettes szomjazók csoportnak a tagja volt a Fekete Balázs is, és ő csinálta ezt a művet, tehát egy ilyen félbevágott fatuskó, amire azt írta, hogy én. És akkor innen jött nekem az ötlet, hogy én, te, ő, mi, ti, ők, csak hogy fotóban, ugye, hogyha ez én, akkor ez ön arckép, ha te vagy ő, akkor portré, ha mi vagy ti, akkor csoportkép, illetve akkor még nem volt ez a fogalom, hogy ha mi, akkor ez selfie. Tehát, hogy igen, hát pimaszkodás, ez nem kétséges. Na most itt ez a videó, ez a Bercsényibe készült, ami egy ilyen nagyon híres helyszíne volt a budapesti avantgárd underground művészetnek a 70-es évektől kezdve, és 90-ben a Fiatal Fotóművészek stúdiója csinált ott egy fotó kiállítás sorozatot. És az első kiállítók egyik, a Farkas Gábor volt, az Újlak csoport tagja, és ő az Újlak másik tagjával, a Ravasz Andrissal beburkolta a Bercsényinek, az egész Bercsényit ilyen hullám papírokkal beburkolták. Tudnélik, a Bercsényinek az egyik fala, az egy ablaksor. És ők ezt letakarták, és így létrejött egy ilyen fotókamra szituáció, és tömpen az tette lehetővé, hogy én ezt az ötletemet megvalósítsam. Itt, mit tudom én, egy ilyen 8-10 boros üveg lett belógatva a terembe egyforma magasságba, és a boros üvegek aljára az volt fölfújva sprével, itt látszik, hogy informál, azaz formalin. Tehát hogyha attól függően, hogy hol kezdjük el olvasni, ugye a formalin az, amiben elrakják a mindenféléket a szakemberek, és az informál, meg ugye az informál. És akkor töltöttem bele vizet, és beletettem, tehát a látogatókat azt fogadta, hogyha beléptek a terembe, hogy ezekben a fityegő üvegekben egy-egy fehér papír van. És akkor, amikor elkezdődött a megnyitó, akkor én hívót fecskendeztem az üvegekbe, és akkor ezek az előre preparált fotópapírok, amik addig fehérek voltak, elsötétültek, és kiadtak egy olyan feliratot, hogy a benyomásom. És akkor így összeolvasva, hogy a benyomásom informál. Tehát, hogy tehát ez egy ilyen pimaszkodás volt szintén a fotográfiával szemben, hogy amikor mi fotózunk, akkor nagyon sokszor véletlen találjuk el a dolgokat, és trafálunk bele, és akkor ezeket elolvassuk, és ezeknek jelentőséget tulajdonítunk, miközben ez, ha úgy tetszik, egy benyomás, ami informál. Ez egy ilyen kis tautológikus marhasság. Na, akkor menjünk tovább. Van egy nagyon kedves atyai jó barátom, úgy hívják Medve András. Ő szobrász, de rajzol is és fest is.
És ő mondta egyszer magáról, hogy ő sötétségkutató, amit hát egyrészt én röhögtem, másrészt ezt nagyon irigyeltem tőle. És tehát, hogy itt azzal kezdtem el foglalkozni, hogy, tehát, hogy ezt a sötétséget hogy lehetne megmutatni fotográfiailag. És akkor voltak ilyen első kísérletek, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a nagyítóval a fókusztávolságot, tehát föltekertem, és azt próbáltam megváltoztatni, és akkor így ezáltal a széle, és akkor így csurgott a hívó, tehát hogy ez úgy olyan, nem volt egy kész kép, csak úgy, hát ilyen, hogy lehetne ebből valamit csinálni, és akkor ebből lett ez a sorozat, amikor rájöttem, hogy tehát, hogy van ez az üres nagyító keret által világított négyzet, és hogyha ezt túl exponálom, akkor, tehát hogyha több ideig exponálom, mint ameddig, mert hogyha rendesen exponálom, akkor itt csak egy fekete négyzet van. De amennyiben túl exponálom, akkor elkezd létrejönni ez a holdudvar. Na most, hogyha, és akkor hogy hol a határ? Tehát, hogy ezt olyan szintig be lehet exponálni, hogy eltűnik ez a fekete négyzet, és az egész lap fekete lesz. És akkor én azt gondoltam, hogy itt érdemes megállni, ahol még látszik a fekete négyzet, de ugyanakkor elkezd ez a kör alakú vagy ovális alakú holdudvar létrejönni, és akkor ugye ez fölvet mindenféle problémákat, hogy akkor ez most negatív vagy pozitív, és meg hogy akkor jutott eszembe a Málevicsnek a fekete négyzete, amihez képest ugye a fotó hozzáadja ezt a túl exponálást, vagyis egy ilyen idő tényezőt, ami a Málevicsbe ugye nincs benne, mert más a médium, és akkor, hogy ebből sok egyformát kellene csinálni, mert hogy úgy különben mindegyik egyedi. Tehát olyan értelemben, hogy nincs egy negatív vagy valami. És akkor persze, hogy egyforma legyen, ahhoz ilyen egyforma expozíció, azonos hőmérsékletű hívó, tehát hogy úgy, és akkor, hogy ugye a fényképeket, tehát hogy vannak olyan fotósorozatok, amiket ugye balról jobbra olvasunk, mert első kép, második kép, és akkor fölépül egy történet, vagy egy másik lehetőség, hogy a kirakott képek, nek van közepe, és jobb meg bal oldala, vagy esetleg fönt-lent. Tehát, hogy amikor ilyen installációszerűen olvassuk el a fotót, és akkor a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor ez a kreatív fotográfia szerintem a fénykorát érte, akkor ez az installáció jellegű gondolkodás, meg a fotó kémiai anyagokkal való akciózás az, ami érdekelt nem csak engem, hanem számos nemzedéktársamat. Tehát említettem a Farkas Gábor, de a Kis Pétert és másokat is lehetne. Na most a fekete négyzeteknek, tehát hogy a 90-ben jártam az Egyesült Államokba, és akkor vettem egy Polaroid kamerát, és egy-két évvel később azt kezdett, mert ugye a Polaroid film az olyan, hogyha megfordítjuk, akkor a hátoldal egy fekete négyzet. És akkor ebből már jött a vágy, hogy hogyan lehetne az elejét is megcsinálni úgy, hogy az is egy tök ugyanolyan fekete négyzet legyen, tehát egy ilyen teljesen steril. És akkor próbálkoztam mindenféleképpen vakut leragasztani, meg objektívvel, mit tudom én, sötétbe, meg stb. És sehogyan se akart egy ilyen steril. Tehát mindig vagy a széle, vagy valami becsillant, vagy nem tudom. És akkor egyszer csak jött a gondolat, hogy exponáljuk ezt a filmet úgy, hogy kiszedjük a gépből, és külön exponáljuk, vagyis külön világítjuk meg, és aztán dugjuk vissza a gépbe, mert ugye a gép az, ami előhívja. Tehát a gépnek van egy ilyen hengere, mint régen a centrifuga előtti korszakban a mosógépen, nem tudom, hogy azt ismerik-e, két gumi között csavarták ki a vizes ruhából a vizet,
Tehát ugyanígy működik tömpen polaroid is, hogy itt alul vannak a vegyszerek, és akkor ez átmegy ezen a présen, az végig húzza a izén, és akkor ott jönnek a vegyszerek. És akkor így sikerült, hogy külön volt, és akkor lehetett már fehéret is csinálni, és akkor elkezdeni fotogramokat készíteni polaroid anyagokra. Őszintén szóval én nem tudom, hogy valaki is csinált volna. Lehet, mert szoktak ilyenek történni a művészettörténetben, hogy nem tudnak egymásról is ugyanazt megcsinálják ugyanakkor, vagy egy-két év eltéréssel. Mindenesetre én nem tudok róla, hogy más csinált volna. Hát én elkezdtem, és akkor az Eperjes Jágival együtt dolgoztunk, és akkor ő is csinálta. És elnézést kérek, baromi udvariatlan vagyok, mert rögtön az elején kellett volna mondanom, hogy bármikor közben lehet vágni és kérdezni, de akkor csak most mondom. Szóval, hogyha bármi, bárkinek, ha nem, akkor megköszönöm szépen, hogy eljöttek, és megnézték, és meghallgattak.